Kepes András Tövis puszta. Ez egy kitalált történet, de a valósággal való hasonlósága nem a véletlen műve. Kellő fantáziával a valóság is kitalálható. Ajánlás. Mindazoknak, akiknek a történeteket köszönhetem, és gyerekeimnek, unokáimnak, feleségemnek akik miatt tovább mesélem. Fénykép Nagyapám sírját körülállja a család és a barátok. Mint egy színházi előadás fináléján a szereplők úgy állunk, épp csak meg nem hajolunk. Elza nagyanyám nagyapám öcsébe Jánosba kapaszkodik. Mellettük áll apám, Pali, leszegett fejjel. Itt van Isti Pestről, és hazarepült Amerikából Dávid is, Némán állunk egy percig, aztán az öregek fészkelődve elhelyezkednek a nyitott sír melletti székeken. A polgármester kicsit kivár, ünnepélyesen körülnéz, aprót köhint, és belefog a beszédébe. Szimbolikus is lehetne, hogy szeretve tisztelt halottunk, épp az ezret fordulón hagyott itt bennünket. Szent Ágostoni pállal eltemetjük a vérzivataros huszadik századot, hogy egy békés, új világot építsünk. A község vezetője szépen kikerekedett, mióta nem láttam. Zakója feszül a hasán, lágyan követi a hurkákat a derekatáján. A lecsúszott nyakkendő csomó fölött, a kigombolt galléron, kitülemkedik a húsos nyaka. Tíz éve némi jóindulatú túlzással akár jóképűnek is nevezhették volna, de mára a testalkata, hanghordozása, sőt még a mondatai is egyre jobban emlékeztetnek a rendszerváltás előtti tövés pusztai elnökre, akit néhány éve el a falu. A faluban esküsznek rá, hogy a megboldogult elnök lelke átszállt a polgármesterbe. Na de a teste is? Ez igazán furcsa. A búcsú beszédben nagyapám életének morzsáit igyekszik összesöpörgetni, és beleizzad az erőfeszítésbe. Zsebkendővel törölgeti gyöngyöző homlokát és fénylő tokáját. Történelmi családról beszél, meghúzultatásról, a kommunista idők börtönéveiről, és keresztény hitről, ami állítólag az erőt adta nagyapámnak. Meg magyarságról, amire ma, mint mondta, nagyobb szükség van, mint valaha. Míg a polgármester beszél, a megfáradt arcokat nézem. Történelmi család vagyunk, történelem nélkül. Az én generációmnak már csak áporodott szagú tárgyak, szúette, nyikorgó szekrény mélyén, papundekli dobozba lapuló, elrongyolódott naplók, kávéfoltos levelek, megsárgult, beszakadt szélű dokumentumok jutottak. Behívó parancs, kitelepítési határozat, ellentmondó önéletrajzok és megfakult fényképek, ismeretlen sorsú elődökről. Az egyik képen három fiú zsebre dugott kézzel, talán Pál, Isti és Dávid. Nagyapám, a ő az, egy fejjel kimagaslik közülük. Középen áll öltönyben, kemény gallérral, gombjukából aranylánc kúszik mellénye óra Bal szélen Isti, páltól örökölt Bricseszt alól térdzokni simul legendás fozista lábaira, és magas szárú cipőben végződik. A jobb szélen nagy kabátban Dávid, rövid lábain harmonikázik a nadrágszár. Mindhárom fiú arcán áll arc. Bizonyára farsangra készültek. Pál és Isti maszkjára vörös bót szájat pingáltak, Dávid és szemtelen, de kackiás bajus díszíti, ami egy gyerek fején csak nem olyan ijesztő, mint a másik kettő mosolya. Az arcunk érzelmekről, jellemről, értelemről árulkodik, sőt, gyakran sorsról is. A három fiúnak a képen nincs arca. Maszkjuk mögül kívón tekintenek a kamerába, mintha azt üzennék. Találjuk ki a sorsukat. A temetődombról a kő Krisztus mögött jól látszanak a völgyben az egykori tövés puszta düledező viskói. A községet ugyan hivatalosan egy ideje már megint Szent Ágostornak hívják, de különösen az egykori cselédsort, ahová a bánya és a környező üzemek bezárása után a munka nélkül maradt segélyekből tengődő családok költöztek, a falusiak továbbra is több is pusztaként emlegetik. Nem sokkal a rendszerváltás után a szüleimmel egy riportot néztünk a tévében. Kepes műsora volt. Ha jól emlékszem, az apropó. Azt kutatta, hová tűnt a csepelvas művek bejárata elől a hatalmas Lenin szobor, amelynek kinyújtott kezébe a munkások tiltakozásul zsíros kenyeret csempésztek a kádár korderekán. A riport idején az üzemek többségét már fölszámolták. A gyárvárost övező téglafalon egymással feleseltek a választási jelszavak, az ürességtől kongó üzemcsarnokokban, szemetes sikátorokban pásztázó kamera, mintha kísértett városba járt volna. Aztán az egyik csarnokban a riporter hosszas unszolására a vasmunkások végül elárulták, hová rejtették a számukra kedves szobrot. A daru fölemelt egy hatalmas acélfedelet, és a betonakna mélyén ott állt maga Vladimir Ilyics Lenin. Egykor zsíros kenyeret tartó, kinyújtott bronz kezével a sötét beton út mélyére mutatott dazosan. Arra vezet a Lenini út. Ez az élmény adta az ötletet a kiállításomhoz. Hónapok óta a család történeteket, tárgyakat gyűjtök, és legalább ötven órányi videót forgattam a faluban és Pesten. Előkerült dédanyám naplója. Nagymama és János sokat mesélt a családunkról. Veresékről, Goldsteinékről, Sárádiékról, és kikérdeztem Dávidot, és Titis. is. Találtam egy kiürült orosz laktanyát. A háború alatt a németek javítottak itt harckocsikat. Tőlük foglalták el a szovjetek. Aztán, amikor az oroszok kivonultak, az egyik volt szoszifejes privatizálta. Tíz éve üresen áll a bázis, és az új tulajdonos azt mondta, hajlandó néhány hétre feláldozni a kócerájt a művészet oltárán, míg eldönti, hogyan hasznosítja. A csarnok mocsokfoltos ablakain alig sült be a fény. Rosdás fűtőtestek, falból kiszakadt kábelek, csorba vizeldék, bokáig érő csempe és faltörmelék hever a földön. Úgy, ahogy az oroszok a kivonuláskor septében összepakoltak és itt hagyták semmi sem változott. Csak a mindent túlélő gyom át több helyütt a betont a föld alól. A kiállításomhoz Lenin, Horti, Szálasi és Kádár szobrokat készítettem gipszből. Azt tervezem, a sóbálványán merevedett forradalmát, kormányzót, nemzetvezetőt és pártfőtitkárt beállítom a gyomtól kizöldült szerelőaknákba. Az aknákat üvegjárólapokkal fedem, és a föld alá űzött kísértetek gomolygó füstben, vörös és zöld fénnyel megvilágítva ott, len a mélyben mutatják tovább az utat. A látogatók fölöttük sétálnak, és nézegetik a gyűjteményemet. A tulipános ládát, a vásári Krisztus képet, a hanúkai gyertyatartót, a porcelán Stálin szobrot, a videófelvételeimet és közben felhallgatón követik a hajfonatként egymásba fonódó családi anekdotákat. Hát ha ebből a valóságként és igazságként megélt szappanoperából jobban kikerekedik a múlt, mint a tíz évente újra hazudott történelemből. Tulipános láda Veres István világéletében kötekedő természetű ember volt. Ez még a jó Istenbe is belekötne, mondogatták az asszonyok. De hogy egy nap valóban megtörténik, arra nem gondoltak. Pedig 18-ban, amikor hazajött a nagyháborúból, jó ideig nem járt templomba. Mikor láttam, hogy a pap megáldja a kurva fegyvert, hogy öljen meg azt, aki nekem sosem vétett, akkor úgy döntöttem, eztán inkább személyesen beszélem meg a dolgaimat Istennel, mondta. Aztán persze megint templomjáró lett, mert az úgy van rendjén. Mesélik, 1932 egyik téli hajnalán olyan szélvihar kerekedett, hogy leszakított a Krisztus fejéről a többi koronát. A temető dombon álló kő Krisztus fejére Veres István bigyeztette a tövis koszorút még gyerekkorában. A vasárnapi iskolában a plébános úr Jézus szenvedéseiről mesélt, és a kisfiút úgy megrázta, milyen kegyetlenül bántak a zsidók Isten fiával, hogy az árokparton szedett tövisekből koszorút font. Mezitláb fölmászott a kőfeszületre, és véresre karmolt kezével a fehér arcú Krisztus fejére illesztette. Az emberek először fölháborodtak a szentségtelenségen, de a plébános megérezte Veres István tettében a gyermeki áhítatot. Megnyugtatta a falut, a koszorú ott maradt, még végül a tövis koronás kőkrisztus tövis puszta jelképévé vált. A szürkévé száradt tövis fűzér évtizedeken át díszítette a szomorú istenfejet. Most meglöpült a szélben, a jéggédermek mezőn pattogva guruló tövis labdák között. Nagy baj lesz ebből, jajveszékelt a szomszédasszony. Veres István először csak legyintett, hogy a többi pusztai öregasszonyok mindent bajós jelnek vélnek. De aztán, ahogy Mariska néni célosgatni kezdett rá, mit tett Veres az előző este, a férfi elbizonytalanodott. A gazdasági válság mindenkit földhöz vágott. A jég elverte a termést, és mire beállt a tél, a cselét soron már kikaparták a lisztes bödönök alját kiásták a földből a legapróbb eltévedt burgonyagumókat és hagymákat is. Nem volt mit adni az éhes gyerekeknek. A hosszú házban, a zsúfolt lakások között a titoknak már végképp nem jutott hely. Így mindenki jól hallotta, mikor előző este Veres István lekapta a falról a Krisztus képet, földhöz csapta, aztán a törött üvegdarabokat rágva, véres szájjal örjönve ordította. Hát micsoda Isten vagy te, hogy ezt végig bírod nézni? A gyerekek anyjukhoz bújva nézték tajtékzó apjukat. Szürke, beesett arcukból csak egyforma tengerkék szemük világított. Sötét pillákkal övezett tengerkék szemek. Ennyit tudtak a veresek utódaikra hagyni évszázadokon át. Veres István tettének hamar híre ment. Két nappal később szekér érkezett a hosszúházhoz. A báró úr küldi, mondta a kocsis, miközben leugrott a bakról. Krumpli, liszt, hagyma, kukorica és zsír, aztán jól be. István új ordított, hogy még a báróik is hallották a kastélyban, nyugtázta Mariska néni. A férfiak cipelték a zsákokat, Veres István csúsztatta vállukra a szekérről, és közben eszébe jutott 19, ahogy a kommun alatt nekiindultak a többi spusztaiak, hogy elvegyék a bárótól a kastét és a földjeit. Földosztásról, kastétgyújtogatásokról, munkás és paraszthatalomról érkeztek a hírek mindenfelől. Erről beszélt Lázár István, Kodelka Imre, Veszelka Márton is, akik az orosz frontról tértek vissza. A háború kiéheztette, a vesztes háború elkeserítette, a széthullott ország megalázta az embereket. Amikor a kocsma előtt Veszelka biztatni kezdte a férfiakat, hogy ők se hagyják magukat kizsákmányolni, vegyenek példát a szovjet orosz proletárokról, még Veres István is együtt hangoskodott a többiekkel. De ahogy a kastélyhoz közeledtek, és látta a felszakadó indulatokat, a mélynövésű Pertli és a hatalmas hetési jóska eldurvult arcát, egyre jobban elbizonytalanodott. Ne kívánd a te fele barátodnak házát, dübörgött az agyában, és akkor már bánta, hogy eljött, de nem tudta, hogyan lehetne feltűnés nélkül odébb állni, meg egyébként is hajtotta a kíváncsiság. Együtt üvöltött a többiekkel, közben a gyomrából lék kúszott a szájába. Amikor aztán a kastély parkjába érve meglátták az öreg bárót a francia erkélyen, kezében a dupla csövű vadászpuskával, elszántan és mégis kiszolgáltatottan. A két István, a Veres meg a Lázár, alig győzte az embereket csidítani. Veres a Bibliára! Lázár meg arra hivatkozott, hogy erőszakkal nem lehet a másét elvenni, mert az ugyanolyan lopás, mint a magántulajdon. Majd csak megérti a báró úr, ahogy Károly gróf is megértette, és szétosztotta a birtokait a parasztok között. Magyarázta Lázár fennhangon, hogy az öreg báró is hallja az erkélyen. De a báró nem volt ideológiailag olyan fejlett, mint Lázár István. Így csak nézett rájuk elborult arccal, puskával a kezében. A báróné a függöny mögül rémülten a felbőszült embereket, a két kis bárófiú ilyetten csimpaszkodott a szoknyájába. Az emberek meg egy ideig, aztán elvonultak. Veres leemelte az utolsó zsákot is a szekérről, a bárókocsisa visszaült a vakra, és a lovak közé csapott. Néha ordítani kell, mondta halkan nagy gáspár, ahogy kihajtott a szekér. A férfiak bólogattak, és indulatos arccal néztek a távolba vesző lobaskocsi után, mintha nem is hozta, hanem vitte volna az élelmet. Szentágoston évszázadok óta a Szentágostoni Ágostoni báró birtoka volt. A község lankás domboldalára épült a kastély, ott voltak a gazdagabb házak, fejebb a szőlők a présházakkal, az alatta elterülő völgyben a községhez tartozó tövispusztán pedig a major a gazdasági épületekkel, a gépállomással és a cselédsorral. Szép bor termett a Szent Ágostali dombokon, de a falu büszkesége a cseresznyés volt. Cseresznye virágzáskor városi kirándulók lepték el a környéket, hogy a domboldalban gyönyörködjenek. Pokrócokat terítettek a fűbe... Előkerültek a piknikkosarak, a demizsonok, a jóféle szentágostoni borral, és ott eszegettek, iszogattak napestig. Szent Ágoston a domb túloldalán piros tetős, módos faluvá duzzadt. Onnan már látszott a Keszői bánya és a tó, és lenyúlt egészen a völgybe, túl a katolikus és református templomon, egészen a faluszéli raktárépületekig és a vasútállomásig. A háború és a trianoni békekötés után a Szent Ágostoni állomás néhány mellékvágányán álltak azok a vagonok, amelyekben évekig laktak a menekültek, akik az elcsatolt ország részekből mindenüket odahagyva költöztek át Magyarországra. Szent Ágostonban két kocsma volt. Az egyik a vasútállomásnál, a másik a tövis pusztai cselédsor közelében, az országút mentén. Mert, ahogy a régi igazság tartja, minden faluba legalább két kocsma kell. Az egyikbe jár az ember, a másik pedig ahova be sem teszi a lábát. A vagonlakók és a háborúból hazatért munkanélküliként tengődő férfiak a kocsmákban vitatták meg nap-nap után, mi vélet Mária országa. A falu két felét a szántóföld és a focipálya választotta el egymástól. Pontosabban a szántóföld elválasztotta, az öreg focipálya pedig összekötötte. A 16-os környékén fűnek már nyoma sem volt. A pálya két oldalán a rozogapadokat sápatra szívta a nap. Szálkásra repedeztek. Búcsúkor itt a focipályán állították fel a bódékat és a ringlispilt, s ha a faluban lakodalmat tartottak, itt álltak a sátrak és a színpad is, ahol Balogzsig zenekarra húzta a talpalávalót. A színpad alatt a tartószerkezet csőlabirintusában pedig a falusi srácok hajkurázták és fogdosták a kartonruhás, nagy mosnis, sikongató lányokat. Megmondlak apádnak! Kacérkodtak a lányok Csokival, ha túl messzire merészkedett a hancúrozásban, és újjukkal a deszkák fölé mutovattak a plímás felé. Veres Isti az egyik esküvő alkalmával kérte meg Csokit, járja ki az apjánál, tanítsa hegedülni. nem vagy te cigány, mondta neki nevetve a prímás, amikor meghallotta Isti kérését. Nem vagy te cigány, mondta Veres István is, amikor a fia előhozakodott az ötletével. Ezt mondta a zsigabátyám is, jegyezte meg Isti. Micsoda? A cigány úristenit, csattan fel Veres. Nem akarja tanítani a fiamat? Ezzel a dolog el is dőlt. Isti hegedülni fog. – Hogy már a cigánynak legyen igaza? Istinek olyan jól ment a hegedülés, hogy Zsiga egy nap azt mondta neki nevetve. – Tévedtem, mégis cigány vagy. A prímásnak valahogy nagyobb türelme volt Istihez, mint a saját fiához. Igaz, Isti tehetségesebbnek is bizonyult Csokinál. Ha a Csoki szerencsétlenkedett a vonóval... Zsigának hamarán járt a keze. Egy idő után a hegedű órák úgy kezdődtek, hogy Balog Zsiga előre bocsátotta. – Vigyázz, fiam, ma nagyon ideges vagyok. Bizonyosan nyakon váglak. És Zsiga minden nap nagyon ideges volt. A felkínált nyakleves persze nem növelte se Csoki tehetségét, se kedvét a hegedüléshez. Így Zsiga, akinek Csokin kívül csak lányai voltak, minden pedagógiai ambícióját Istibe ölte. Úgy tanította, ahogy annak idején őt oktatta az apja. Isti lett a bezzeg gyerek. Bezzeg az Isti, elsőre megérti, bezzeg az Isti gyakorol! Zsiga megtanította neki a családban féltett titokként őrzött új rendeket. Órákon át gyakoroltak összedugott fejjel, sőt, a primás elhívta a zenekarába is tanulónak. Nem lesz neki jó vége, Csóváltal a fejé és zsuzsi, zsiga és felesége. A cigány az cigány, a magyar az magyar. Fájt neki, hogy a férje kevesebbet foglalkozik saját fiával, mint a parasz gyerekkel. Pedig Csoki nem bánta. Anyját és Istit is azzal nyugtatta, hogy neki a hegedülésről nem a hangszer és a dallamok, hanem a pofonok jutnak az eszébe. Ettől kezdve Istinek aranyélete volt. Apja kiadta a családban a parancsot. Minden házi munkát a testvérei végezzenek helyette. Istinek vigyáznia kell a kezére, mert hegedül, Istinek vigyáznia kell a lábára, mert facizik. Gúnyolódott öcse és három huga, miközben az udvar söpörték, gyomláltak, kapáltak, vagy vizet hoztak a kútról a bátyjuk helyett is. A szépszemű veres Istvánnak, ha jó híre nem is, tekintéje volt a faluban. Amikor elvette Jónás Gizit, a templomból jövet az öreg veres megjegyezte. Szerencsés lány ez a Gizi. Már miért volna olyan szerencsés? kérdezték a körülötte állók István természetére utalva. Mert az én fiamnak van a legnagyobb fasza a faluban. Húzta ki magát az öreg. Hogy az öreg veres mire alapozta véleményét, sosem derült ki. De a legények sokat mondóan bólogattak, és Gizit ettől fogva tövis pusztán csak szerencsés Gizinek hívták még a gyerekek is. Veres Istvánnak pedig férfiasságához méltó tekintélye nőtt. Nem a Gizi szerencsés, hanem a veres István, hogy talált magának egy ilyen szent asszonyt dűnyögték a faluban az asszonyok. De azért füllet nyári estéken, rossz leheletű, horkolva szuszogó férjük mellett gyakran álmodoztak Gizi szerencséjéről. A törékeny, mandula szemű Gizi valóban alázattal tűrte férjes arnaki természetét. Egy asszonynak azért van nagy köténye, hogy elrejthesse benne a bánatát, mondogatta szelíd arccal, ha megkérdezték tőle, hogy bírja az urát. Gizi zokszó nélkül szolgált. Karácsonykor pedig bejárta a környéket kosarával, apró kalácsokat vit négy-öt, sötét pillákkal övezett tengerkék szemű gyereknek, akiket az ura szort el a környező falvakban a kicsapongásai alkalmával. Gizi szerette Veres Istvánt. Szerette, ahogy férje esténként lopva lesi, míg ő leveszi a kendőjét. Kibújik a ruhájából, és a szekrényajtó mögé bújva szégyellősen fölveszi a hálóingét. Aztán az ágy szélére ülve lebontja a kontját, és hosszan, elmélyülten fésüli, derékigérő barna haját, amiben már ősszálak vegyültek. Veres István szemében a felesége ilyenkor megint az a 17 éves lány volt, akinek egykor udvarolt a fénylő égbe szálló sebzett Krisztus a tanúrá, aki a falról, a búcsúban vásárolt festményről este minden mozdulatát, hogy Gizi ilyenkor valóban szerencsésnek érezte magát. Veres István tekintéje akkor terebélyesedett tovább, amikor a legnagyobb veres fiú bekerült a felnőtt csapatba. Isti korán kitűnt ügyességével a focipályán. A nagyobb kamaszok már tíz éves korában bevették maguk közé, 15 évesen pedig bekerült balösszekötőnek Szent Ágoston felnőtt csapatába, a törekvésbe. A megyei lap tudósítója már az első meccsek után lelkes szavakkal írt isti gyorsaságáról és félelmetes ballábáról. Aztán, amikor a Fradi országos edző a megyében járva, egy lazító edzőmérkőzésen 14 egyre verte a törekvést, a fővárosi sportlap is közölt fotót a fiúról, amint kissé leszegett fejjel, enyhén jobbra dőlve éppen a szépítő gólt rúgja a Ferencváros kapujába. Szent Ágoston lakói, a módos gazdák a domboldalról, a nincstelenek pedig a község pusztai cselét soráról, már hetekkel a mérkőzés előtt mástól sem beszéltek csak a meccsről. Alig tudták kivárni a napot. De a különös rangadó hírére odosereglettek a nézők még a környező falvakból is. A zöldfehér bajnok csapat játékosai a városi szállodában drészbe és melegítőbe öltöztek. Így érkeztek buszon több is pusztára, ahol a foci állt. Amikor az ótó, ahogy az öregek az autót nevezték, a kopott pálya mellé kanyarodott, a falusiak köré reglettek, a gyerekek pedig az oblakok mellett ugrálva igyekeztek belesni az üvegen. A környékről még a betegeket és a rokkantakat is kicipelték a pályaszélére. Ott üldögéltek izgatottan, hogy lássák a sosem volt, és talán soha meg nem ismétlődő csodát, hogy a fradi tövis játszik. Mint a látomást, úgy bámulták tátott szájjal a falusiak a buszról lekászálódó, mosolyogva integető két takácsot, sárosit, turait, szedlacseket, kohútot és a többieket. A meccs első perceiben játékos társaival együtt Isti is bénult elfogódottsággal kóválygott a két tizenhatos között, mint aki el sem akarja hinni, hogy az urugvájt verő játékosokkal lehet egy pályán. De aztán a második félidőben összeszedte magát. A 78. percben elhúzott a bal és Takács Géza meg Turai között úgy vágta a labdát a jobb főső sarokba, hogy a fradisták is elismerően csóválták a fejüket. Háda, a kapus, földhöz vágta a sapkáját, de aztán elnevette magát, és odaintegetett Istinek. A tövis pusztaiak üvöltöttek, könnyes szemmel ölelgették egymást, szorongatták az öreg kezét, a pályáról lefelé jövet pedig maga Toldi Géza paskolta meg Isti hátát nevetve. Öcsi, ha még tizennégy ilyen gólt rúgsz, megnyeritek a meccset? Veres Isti bal köszönhetően tövispuszta, egy szempillantás alatt kiemelkedett a több évszázados ismeretlenség homályából. Szerencsés Gizi gondosan kivágta a sportlabból fia fényképét, és az ima könyvébe tette, közvetlenül a lepréselt kék búza virág mellé, amit a férjétől az első rendezvunk kapott, és keresett egy megfelelő helyet a nevezetes napnak, a tulipánokkal díszesen kipingált kelengyés fedelének belső oldalán is, ahol az esküvőjük óta a legfontosabb dátumokat őrizte. Legfölül cirkalmas betűkkel állt. Jónás Gizella született 1897. november 1-én. Veres István született 1891. április 7-én. Esküvőjük volt 1918. augusztus 12-én. Aztán jött Isti és a többi gyerek születési dátuma. Itt talált Gizi egy helyet, ahova gondosan felírta. Isti benne volt az újságban 1936. május 3-án. Idősebb veres István pedig ettől kezdve ott büszkélkedett Isti minden meccsén. Legalábbis az első verekedésig. Mert a nézőtéren az első verekedés mindig Veres István közelében tört ki. Nem ok nélkül. Veres ugyanis nem a törekvés szurkoló táborából gyalázta az ellenfelet, ahogy illendő, hanem beült az ellenfél drukkerei közé, és onnan kiabálta a durvaságokat az ő játékosaiknak. Az ellenfél szurkolói eleinte nem is értették, mit akar itt ez az őrült. Aztán mindig akadt valaki, aki szóvá tette a dolgot, és a vita többnyire úgy végződött, hogy Veres Istvánt jól megverték. Nem lehetne apádat rábeszélni, hogy üljön inkább a midrukerein közé? kérlelte az egyik meccs után az öltözőben Istit, Dávid, aki a csapatnak a amolyan intézőféléje volt. Dávid apja a boltos Goldstein-samú vásárolta ajándékba a felszerelést a tövispusztai focistáknak és cserébe a mackós mozgású fiú talpik fazista öltözetben üldöge lehetett a tartalékok között a kispadon. Még egy nap úgy döntött, kevésbé megalázó, ha inkább valami hasznosabb poszt után néz. Így lett a pályára sosem kedülő tartalékból a csapat lelke. Ő szervezte a meccseket és az utazásokat, ő szervezte be a dresszeket, gatyákat, cipőket. Dávid rajongott Istiért, Istinek pedig imponált Dávid feltétel nélküli rajongása. Különösen, hogy már az elemiben is Dávid írta meg helyette a leckét. Dávidot még az sem zavarta, hogy a tanító mindezek után gyakran rosszabb osztályzatot adott neki, mint Istinek. Ennyi jár a zsidónak, paskolta meg ilyenkor Isti Dávid arcát, aztán együtt nevettek rajta. Hát, ha te rá tudod beszélni az apámot, hogy üljön inkább a mi közé. Nógatta Isti Dávidot. Amilyen ügyetlen volt Dávid mozgása, olyan jó volt a beszélő beszélőkéje. A falu legnagyobb meglepetésére a következő meccsen Veres István már a szentágostani szurkolók között ordított. De most meg a szentágostani játékosokat gyalázta, hogy falábú mind csak támognak a pályán, egyedül az ő fia tud focizni. Veres István lázadt néha, de csak úgy, mint a magyar ember. Kulcsosan! Értette ezt mindenki? Tudták, aztán úgy is marad minden a régiben. A dolgoknak, mint az életnek, megvan a maguk rendje, mondogott töveres István, és ilyenkor hatalmas tenyerével az asztalt ütögette, mintha annak is bele akarná verni ezt a fa fejébe. Úgy építettem a házamat a saját kezemmel, ahogy az ükapám is tette. Ugyanott van a kemence a konyha, a tiszta szoba, az asztal. Olyan ruhát, csizmát, kalapot hordok, mint az öreg apám, és megbecsülöm a munkát, ahogy apámtól tanultam. Ennek így kell lennie, különben felborul a világ, bizonygatta Veres István, mert akkor még nem vette észre, hogy a világ már felborult. A gazdasági válság után a faluban kezdett helyreállni az élet. Jó volt a termés, meleg volt a nyár, napos az ősz, jó ára volt a bornak. Az újságok hírul adták, hogy a kormányzó úr őfőméltósága segélyeket osztott. Klébelsberg és Hóman közoktatási miniszter uraknak köszönhetően emelkedett a magyar nép műveltségi színvonala. Egységesebbé vált a nemzeti szellem. Goldsteinéket pedig megmentette az elárverezéstől Samu Amerikába vándorolt bátja. Füllet nyár vége volt. Ilyenkor, aratás után már délután megtelt a kocsma. A nap még odatűzött az ablakokra, a behajtott spaletták között beszűrődő fénycsíkokban kavarogtak a porszemek, megcsillantak a mennyezetről lógó, vergődő legyektől tarkított aranysárga légypapírok. A férfiak az asztaloknál ültek. A srácok a bádoggal borított pult mellett állva iszogatták a cukrozott ecetes szódavizet, a liba Az öreg padló olajszaga keveredett, a kocsma pultba bádok hengerekből kimért bor és az ecet savanyú illatával. Az ablak melletti félhomályban Pertli újságot olvasott. Aztán föltekintett, és félhangosan megszólalt. A Goldstein és a Steiner is szedhetné már a sátorfáját. Na, velük meg mi bajod van, Pertli? kérdezte az öreg Lázár a szomszéd asztaltól. Zsidók! felelte tömören az apró ember. Müller Alfred a tere volt, és olyan alacsony, hogy a sorozáskor a lábújhegyre állt, nehogy szégyen szemre alkalmatlannak minősítsék, és a lányok megszólják a faluban amikor a hadseregben a beöltözésnél túl bő gatyát osztottak neki, és ő zsörtölődni kezdett, hogy még Pertli sincs benne, társai elnevezték Pertlinek, a név pedig rajta ragadt. Megint olvastál valamit? kérdezte az öreg Lázár gúnyosan, fejével a suszter kezében zörgő pesti újság felé intve. Mások attól okosodnak, ha olvasnak, te meg minél többet olvasol, annál putább vagy. A többiek röhögtek. Akkor jó a zsidó, ha hitel kell. Meg amikor öreg anyádat gyógyítja, vagy amikor kitölt ki helyetted az űrlapot, folytatta az öreg Lázár. Mi van, Vénszoci, szoci, a katonája? Védjük a zsidókat! Paskolta meg az öreg hátát a nagy darab hetési jóska a szomszéd mi közelnek ehhez? Rántotta el a vállát dühösen az öreg. Steiner apját a lenin fiúk lőtték főbe, mert burzsóinak találták. Őt magát meg a fehér különítményesek verték félholtra, mondván, hogy zsidó. Kínos csönd lett. Szent Ágostonban mindössze két zsidó család élt. Goldsteinék a boltosok, és Steinerék a malmosok. A falu elfogadta őket. Korábban a zsidózás csupán amolyan nyelvi fordulatnak számított. Ha valaki megeresztett egy közmondást például, hogy nem úgy velik a zsidót, hanem két kézzel, se Golsteinék, se Steinerék nem vették zokon. Ahogy a sánta kaszás Bélának se jutott volna eszébe megsértődni, ha a sánta kutyával és a hazug emberrel példálóztak előtte. Goldstein Samut pedig kimondottan tisztelték. Nem csak vásárolni, Tanácsért is jártak hozzá a boltba. És, mint hogy értett a gyógynövényekhez, az emberek szívesen keresték fel egészségi problémájukkal is. Nem a zsidóval van a baj, hanem a zsidókkal, magyarázta veres István. A zsidó egy ember, mint Goldstein Som, Steiner Ábel, vagy az öreg Braun, aki a fronton megmentette az életemet, ápolt, mikor tifuszos voltam. Nem velük van a baj hanem a zsidókkal, akik a mi bőrünkön gazdagodnak. A zsidó bankár, gyáros, politikus, az jó? kérdezte Lázár István. Zsidó az mind, legyintett Veres István. Csak kapnám le a gatyájukat, meglátnád te is. Ezen még Lázár is mosolygott. Eladják a hazát, helyeselt Pertli. Ezt mondom én is. Én meg nem ezt mondom, felelte Veres István. Nem akart Pertlivel egy követ fújni. Még nem láttam, hogy Goldstein Samu hazát árult volna. Pedig ide járok a bolba már jó ideje. Én úgy látom, lisztet, cukrot, meg kenyeret árul. Ide figyelj, Pertli! Emelte fel a hangját az öreg Lázár. Goldstein Samu dédapja a te sváb dédapáddal és az én székely nagyapámmal harcolt 48-ban az osztrák ellen. Rossz újságokat olvasol. Hát nem is a nép szavát, Pertli, hogy csak a mellette ülők hallják. Azelőtt ritkán esett szó ilyesmiről a kocsmában. Csak a gazdasági válság idején került elő a téma, amikor Pertli vagy valaki más a faluból büszkén mesélni kezdte, mit olvasott valamelyik fajvédő újságban. A homályból a kocsmajtó felé pillantva Veres István három sötét árnyképet látott a vakító ellenfényben. Isti zömök alakját és egy alacsonyabb, puhább árnyékát Golstein Dávidot azonnal felismerte. De a magas, vékony, fiatal ember ismeretlennek tűnt. Ki tudja, mióta álltak az ajtóban, mit hallottak a vitából. Veres István összehunyorította a szemét, hogy jobban kivegye a magas fiatalembert, aztán meglepődve halkan csak ennyit mondott maga elé. Szent Pál! Hallgass tovább a könyvet a Voice hangos könyv alkalmazásban. A hangos könyveket megvásárolhatod önállóan is, vagy lehetőséged van előfizetni korlátlan hallgatásra. További részletekért kattints a videó alatti hivatkozásra. Voice.